ragyogást. Baranyai Balázs vagyok Szentpéterváron, és a mai epizód nem máshonnan lesz, mint az Etnográfiai Múzeumból, vagy magyarosabban mondva az Orosz Néprajzi Múzeum bemutatása, megismerése, tárlatvezetése lesz. És miért is jöttem el ide? Annyiszor jeleztétek felém, hogy mutassam meg a vidéki Oroszországot, annak teljes lényében, valóságában, de egyszerűen nincs időm arra, hogy elutazzak valamelyik kis falvacskába, és ezért is döntöttem úgy, hogy mi lenne akkor, ha eljönnék a Néprajzi Múzeumba, és egy sokkal nagyobb időszakot átölelve tudnánk megismerni Oroszország népművészetét, néprajzát, tradícióit, öltözködését, illetve menjünk is nézzük meg, hogy mit is ad, mit is mutat meg nekünk ez a múzeum. De addig is ne felejtsetek el feliratkozni, nyomjatok egy lájkot, ha tetszett a videó, és osszátok meg minél több emberrel, nem mellesleg, nyomjátok a csengőt. Itt van a főbejárat, és az azonnal szemet szúrt nekem, hogy itt minden márvánnyal borított. És a szemfüles szemek akár észre is vehették, hogy ha belépünk ebbe a csarnokba, akkor akár ez egy metro megálló is lehetne. Az a pompa, amivel Oroszország elhalmozza általában a saját népét, az egyszerűen megdöbbentő. Megyek tovább plafonra, itt egy szép üvegkupola is van, és innen viszont az előcsarnokból, hogyha tovább megyünk, az előbb innen jelentkeztem be, itt szintén van egy hatalmas nagy terem, és ezt is gyorsan körbe mutatom nektek. Körbe domborműves szobrok, vagy domborművel díszítve, márványoszlopokkal és négyzetrácsos üvegplafon üveggel borítva, és majd megpróbálom nem mozgatni a kamerát, és az üvegbe tulajdonképpen az orosz címer van beleöntve. És innen fog indulni a tárlatvezetés. Itt egy pillanatra még megmutatom nektek a domborműveket. Ez is aztán. Elképesztő pontossággal és élethűen lett megformálva. Induljon hát a tárlatvezetés, ami természetesen számomra is teljesen új lesz. Tárlatvezetés nem mással kezdődik, mint Oroszország legészakibb részén élő, vagy élt emberek szokásait mutatja be, illetve eszközeit, hogy azok hogyan néztek ki. Amint látjátok ezeket a medálokat, erősen hasonlítanak a magyar népi motívumokhoz is. Mint hogyha
egy régi csoda szarvasról látnék valami hasonló formázatú, hajlítású medált. Egyértelműen itt az északi nomád népeknek az öltözéke, és ott feljebb a fotókat is, hogyha megnézzük, nem jár más itt az eszembe, mint hogyha eszkimókat vagy indiánokat látnék. Tudom, nincsenek eszkima, az nem a jó meg kifejezés, de most nem jutott jobb az eszembe. Megyünk tovább. Egy autentikus bölcső, gyönyörű szépen díszítve. És a hátsó képen, hogy hogyan élnek. Szörmékből készült nagyon-nagyon meleg ruha. Itt pedig csontokból készült eszközök, tűzgyújtáshoz szükséges faszerszámok. És most mesélt el nekem a hölgy ennek a ruhának a helyes használatát. Amint látjátok, a kapucni tetején a szörme sokkal hosszabb, és ezen nincsen se cipzár, se gomb, semmilyen nyílás. Tehát ezt úgy kell magadra felhúzni, hogy az alján belebújsz, mint egy ilyen nagy ugye, téli kabát, amin semmilyen más nyílás nincsen, csak az alján meg a tetején, és úgy tudod levenni, hogy megfogod a kapucni végén, tetején, mint azt az unicorn is lenne, és akkor így lerántod magadról tulajdonképpen a kabátot. Tehát ez a trükkje, hogy hogyan lehet lehúzni. A másik ruha pedig egy esőkabát, és ezt belegből varták össze. Talán látszik is, hogy ilyen hosszanti csíkozású, ugye, hogy a beleket hosszába elvágták, és egymáshoz varták, és belül pedig szörme van hozzávarva, hozzá szabva. Itt pedig láthatjuk, hogy szintén állatbőrből fabrikált csónak. A csónak mögött pedig egy életkép, amit talán a mai napig űznek, ugye a vadászat, a tengeri vadászat, itt ahogy a fókákra vadásznak, és ha tovább megyünk, akkor itt majd láthatunk még egyéb más népviseleteket, amit hamarosan bemutatok, de még ami érdekesség, hogy itt szintén ki van állítva egy régi csónak, ami viszont fából van, és ez szintén a halászathoz használták. Ez jól látszik, hogy itt meg is maradtak a régi halászhálók. A tárlatvezető hölgy, aki itt ül bent, nagyon kedves, ide jön, mindig is mesél valamit nekem, és ezt tudjátok micsoda? Ez tea. Ez a tábla, ez egy tea tábla, és akkor ebből törtek le egy darabot. Talán így jobban is látszik, hogy van préselve, és mindig letörtek belőle egy kis darabot. Ott van a háttérben a kancsó, abba belerakták, és nyakon öntötték forró vízzel. És ha megyünk itt tovább, akkor egyértelműen látszik a vadászatnak az eredménye, a rókaszőr például. És úgy látom, hogy itt a halászok és az egyéb hosszú tengeri utazókról egy nagyon érdekes fotó. Bocsánat, hogy tükröződik egy kicsit, de minden üveggel van védve. És ami még megszúrta, vagy felhívta a figyelmemet, ez a fa szobor.
Írjátok meg, hogy szerintetek ez mennyire hasonlít mondjuk egy magyar népművészeti erekéhez. Egy igen régi szánkó, amivel ugye árut lehetett húzni, illetve utazni. Az autentikus ruházat díszítése nagyon-nagyon igényesen, stílusosan beleszabva a szörmébe. Itt viszont egy egészen más kabátot láthatunk, és a háttérben pedig egy szőnyeget. Találtam egy kis csónakot, kajakot, amivel szintén vadászni mentek, illetve nagyobb távolságokat megtenni, és ha hisztek, ha nem, ez is bőrből készült. Itt lehet látni az illesztéseket, ahogy összevarták a különböző bőrdarabokat. Állatcsontok díszítése és magas iskolája. Csontokból kifaragott kis szobrocskák. Amit természetesen általában állatokat, illetve sikeres vadászatokat örökítenek meg. Csontból kifaragott csendélet, hogyan éltek a nomádok. Tradicionális ékszerek. Valószínű, hogy egy aranyozott tál. Gyönyörűen díszített nyergek. És egy ablak. Szintén csontból kifaragott amulettek. Juhászok és a pásztorok öltözete, ami erősen hasonlít a magyarországi subához. De írjátok meg kommentbe, hogy ti mit gondoltok ezekről a gyönyörű népviseletről, népviseletekről, népi hangszerek. Amit, hogyha jobban megnézek, talán kerettyelőnek hívják, mert nem is emlékszem, hogy hívják ezt magyarul. Ami ott van fönt, ott az egyes. Júj, nagyon régen mondtam ki ezt a szót, és el is felejtettem, hogy
De ezt is írjátok meg, hogy mi a népi neve ennek a hangszernek. És itt van egy. Внимание, Борисова Ирина Николаевна, просьба подойти на входной контроль. Majdnem, hogy Frida Kahlóra hajaz ez a népviselet, vagy Frida Kahló hajazott erre a népviseletre. Orosz népi hangszerek, legalul citera, és a többi hangszer is egyértelműen megtalálható a magyar népi zenében is. Kivéve ez a jobb oldali talán, ez a balalaika. Préslő, az őszi szürethez használt eszközök, földműveléshez használt ásókapa. Birkanyíráshoz, olló. Kolomb, csépelő, és egyéb más eszközöket láthattatok. Itt szintén egy másik tájrész népviselete látható. És a szövéshez használt szövő, keret. És innen most haladunk tovább. És hasonlóképpen a földműveléshez használt eszközök. Nagyon szép fotókkal díszítve a fal, és még egy kis faházat is beépítettek ide. Vidéki paraszt emberekről egy-két fotó. Amint látjuk, nem értek nagy lábon, vidéken. Belátunk a házba. Konyhai eszközök. Ugye a kemence, ahol sütöttek, főztek és melegítette a házat, és arra hátrébb pedig látható az ágy. Micsoda színek és népviseleti ruhák vannak itt, hogy eláll az embernek a lélegzete. Ahogy figyelem a kiállítást, és haladok egyre beljebb, a népviseletek, az öltözékek, a dekorációk, az összes kiegészítő, ahogy használják a színeket egymással. És ugye vidékről beszélünk, mégis olyan igényesség és összhang van benne, hogy az jutott az eszembe, hogy de jó lenne, ha néha a mai 21. századi divat is ennyire koherens lenne. Akkor nézzük meg ezeket az ékszereket. Tessék! És mondja azt valaki, hogy ez nem igényes, nem gyönyörű. Az oroszországi zsidók népviselete látható itt. És kellékeik.
ugye a zsidóknak is megvan a saját hagyománya, hagyományaik, amihez rendkívüli módon ragaszkodnak, mind öltözékben, mind a kellékek, amik a hétköznapjaikat szolgálják ki. És nagyon jól elválasztható a különböző régiók népviselete. És nagyon jól látszik, hogy egészen különböző népszokások voltak, és mindenkinek kicsit máshol helyeződik a hangsúly az öltözékben, a kalapokban, a sapkákban, a fejfedőkben, cipők, csizmák. Nézzétek, egészen különleges ez a női csizma. Nagyon jól látható, hogy egyértelműen ázsiai népviseletről, divatról van szó. Teljesen más a szabás, a színhasználat és a kiegészítők. Megint valami olyat találtam, ami kicsit közelebb áll a magyar motívumokhoz. De írjátok meg azt, hogyha netán nincs igazam, vagy ti mást láttok bele. A múzeum hatalmas, nem fogok tudni mindent bemutatni, sajnos. De itt pont velem szemben a baskír és a csuvas néprajzi részleg van, úgyhogy ebből mindenképp szeretnék mutatni, mert ugye nemrég voltam baskírföldön, és az így nagyon jó csatolás, hogy lássunk az ő kultúrájukból is. 19. századi tálacskák, hatalmas nagy lánc és egy kis táska, és ha jól látom, ez pedig egy bőrkulacs, illetve három bőrkulacs, szintén ebből a régióból. Micsoda kiegészítő, gyönyörűen kidolgozva, megvarva. Ez a mellény is. És az övek a két sarokban fent. Szépen átbattyogtam ide az Ural és a Volga tájéki részhez. Vannak szobrocskák fából kifaragva. Ez is szintén a 19. századból. És az eszközök, tálak, tálkák. És egy kis faházikó. Grúzia és Örményországból csak nagyon futólagosan tudok mutatni nektek, ugyanis itt van egy középiskolás vagy egyetemista csoport, és baromi hangosak, és most a másodszorra jöttem vissza, hogy tudjak itt forgatni. Annyit, hogy itt vannak ezek a grúz köcsögök, boros kancsók, hogy gyönyörű szépek, és állítólag Grúziában volt az első komoly bor. А джарский танец, как таковой, который мы сегодня видим, он вообще появился в 1953 году. До этого были... Tehát az első borkészítők nem a görögök voltak, hanem a grúzok. És a mai napig nagyon-nagyon finom borokat készítenek. És itt a háttérben talán látjátok ti is, hogy vannak olyan eszközök, ami... borkészítéshez használtak, vagy tárolásához.
és itt nem más van még, mint a kaukázusi emberekről, az ő népszokásaikról, öltözékéről egy-két kiállított tárgy és bábú. Ebben a teremben pedig az orosz mezőgazdaság régi eszközei, amivel körülbelül 200 évvel ezelőtt dolgoztak a földművesek, a parasztok. Népi motívumok, figurák, mint hogyha én látnék itt egy csodaszarvast is, meg egy csodafálcánt. Elérkeztem az utolsó hatalmas nagy kiállítóterembe, ahol népi kerámiák, kosárkák, zokni, kesztyük vannak kiállítva. Szóval, mintha az ember a karácsonyi vásáron járna. Nem mellesleg. Láthattok itt egy-két fotót vidéki faházakról, templomról, temetőről, sírokról, szertartásokról. Megint valami hasonlóságra találtam, ez viszont a bosújárás. Eredeti fotókon mutatják be a bosújárás, ott a háttérben láthatjátok, és szintén igazi famaszkokkal megtarkítva. És itt az utolsó fotó. Kedves nézőim, egy nap se lenne elég arra, hogy bemutassak itt mindent nektek részletesen. És nem is ez volt a cél, hanem hogy egy kicsit felkeltsem az érdeklődéseteket az orosz népi kultúra iránt. Remélem, hogy volt olyan rész, kiállítóterem, ami tetszett nektek, mert nekem nagyon-nagyon tetszett egyébként minden. Kérlek, hogy ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, nyomjatok egy lájkot, ha tetszett a videó, és osszátok meg minél több emberrel, és a csengőről se feledkezzetek el. A mi hamarabbi viszontlátásra. Paka!